Hát sziasztok, én Blazer, és ismételhetjátok, ismét egy vlog videóval jelentkezem számotokra, és ebben a mai vlog videóban nem is másról, mint arról fogok beszélni, hogy összegyűlt a 300 feliratkozó. Nyugi, lesz majd FIFA is. Ez már egy kifejezetten nagy szám, legalábbis nekem nagyon-nagyon sokat jelent, és ugyebár mikor is jött volna össze ez a 300 feliratkozó, mint akkor, amikor pont nyaralok. Úgyhogy nem is sikerült erre a hatalmas számugrásra az elmúlt 5-6 napban reagálnom. Ugye Balatonon voltam, lehet, hogy majd arról is lesz videó, de arról nem ilyen bejelentkezős, mert azért nektek az még se olyan nagyon nagy világugrás, mint az előző. De annak ellenére majd nyilván arról is lehet várni valami videót, illetve azt még mindenféleképpen hozzá kell tenni, hogy ismét ugyanúgy jöttek a feliratkozók, a lájkok, a kommentek, tehát ugyanúgy élt a csatorna abban az 5-6 napban, ameddig nem történt úgy tulajdonképpen videók terén előrelépés, mint az előtt mondjuk, amit brutálisan köszönök nektek, és hogy ugyebár reagáljak is az ez idő alatt érkezett kommentekre, mindenféleképpen gondoltam egy ilyen vlog videó elkészítését. Hogyha csak egy kommentre akarnék reagálni, akkor egyértelműen az lenne, amely körülbelül egy ilyen 2-3 nap ezelőtt érkezett, és az volt benne megfogalmazva, hogy mitől lettem ilyen sikeres. Alapvetően ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és leginkább azért érdekes, mert hogy ezt tőlem kérdezitek. Holott most ugye értem én, hogy 300 feliratkozom van, meg minden, ami azért elég király, meg nagyon-nagyon örülök neki, de hogyha megnézzük, így magyarországi viszonylatban is vannak sokan, akiknek már 300 ezer van. Úgyhogy ez egy elég érdekes feltevés volt, hogy ezt tőlem kérdezzétek meg, de hogyha már így megkerestetek ezzel, akkor nyilván reagálok is rá. Azt kell mindenféleképpen leszögezni, hogy a YouTube-ozás, legalábbis az én csatornám, az valahogy úgy növekedett idáig, hogy teljesen ilyen exponenciálisan növekedett. Ugyebár az eleje volt a legnehezebb, szóval aki a kérdést feltette, mondta, hogy neki nem tudom hány feliratkozója van, olyan 20-30 körül volt valahol, és az egy nagyon-nagyon kritikus időszak. Amikor én is elkezdtem, egy olyan 2 évvel ezelőtt, akkor nagyon-nagyon sokat kellett dolgoznom azon, hogy eljussak mondjuk 50 feliratkozóig, aztán, hogy eljussak 80-ig, tehát ezek ilyen brutálisan nagyon-nagyon nehezen menő lépések voltak, tehát mit tudom én, hetente jött egy feliratkozó, meg ilyen 20-30-40-es videó nézettségek voltak a csatornán akkoriban, és odáig nagyon nehéz volt eljutni, hogy meglegyen az embernek a 100 feliratkozója. Nekem eddig így a YouTube-ozás során talán a 100 feliratkozó volt a legnagyobb ilyen mérföldkő, és azután már úgy sokkal inkább jöttek az emberek, jöttek a kommentek, jött a nézettség, szóval aki feltette a kérdést, remélem, hogy sikerült neki válaszolnom ezzel. A kitartás, az nagyon fontos, mindenek felett, és nagyon-nagyon sok videót kell csinálni, nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy most az embernek hány feliratkozó van, vagy most hányan nézték meg, hanem, mint például én, hogy én alapból azért kezdtem el már, hogy tök poént csinálni, meg Botival alapból ezért kezdtük el már tök poént csinálni ezt az egészet, és egy idő után, hogyha az ember szereti, amit csinál, akkor azt így meglátják a nézők is, és egyre többen fogják nézni. Legalábbis ez az én véleményem, aztán fel tudja, hogy a 300 ezer feliratkozóval rendelkező youtuberek mit mondanának, kérdezzétek meg őket is. Emellett, hogy visszatérjünk ezekre a rég megkezdett kis projektjeinkre, nagyon-nagyon régóta rágjátok a fülemet egy Facebook oldal létrehozásán, és ez meg is fog történni, majd arról lesz szerintem egy külön videó, viszont most az még nincsen készen, de valamikor július. Jó, most már közepe van, úgyhogy nem mondhatom azt, hogy a közepén. Szóval július vége felé azért majd az úgy létre fog valahogy jönni. Emellett a streamelés, ami mi a helyzet? Miért csináltam ezt? A streamelés az még mindig elég ingatag lábakon áll. Ugye már kéne venni egy AverMedia Live Gamert, ami nem annyira olcsó, úgyhogy ez tulajdonképpen csak idő és pénz kérdése. De hogyha úgy veszük, akkor minden idő és pénz kérdése. Emellett, hogy azért mégis valamilyen közösségi médiai oldalon, a YouTube-on kívül is megnyilvánuljunk, az Instagramot találtam egy olyan felületnek, ami kifejezetten használható, és még akár elég jó is lehet. A lényeg az, hogy létrehoztam egy Instagram oldalt körülbelül egy olyan egy hónappal ezelőtt, viszont nem feltétlenül használtam annyira, felraktam egy-két képet, és gondoltam, hogy így most be lehetne állítani a csatorna szolgálatába ezt a felületet is, úgyhogy majd berakom a leírásba, vagy itt a képernyőn, valahol látni fogjátok, hogy kell rákeresni tulajdonképpen. Mindezek mellett, amire még feltétlenül ki szeretnék térni, az a múltkori FIFA 16 csapat építős Ultimate Team-es videóm, amiben ugye egy BBVA ligás csapatot csináltunk, és brutálisan sokan megnéztétek, és nem is csak ez az, ami nagyon-nagyon boldoggá tett, hogy már több mint 1000-en láttátok, ami azért
teljes mértékben kiugrónak mondható a mi kis csatornánkon. Hanem azt is szeretném megköszönni, hogy ennyien reagáltatok komment formájában, illetve rengetegen lájkoltátok, úgyhogy ez is nagyon-nagyon király. Viszont nagyon-nagyon jó érzésekkel tölt el, amikor így látom a komment szekcióban, hogy mondjátok, hogy ki helyére kit vegyek meg, meg mondjátok, hogy ilyen formációt használják, mondjátok, hogy ő jobb, mondjátok, hogy ez jobb, mondjátok, hogy itt jobb, mondjátok, hogy ott jobb, illetve a legkirályabb az az volt, hogy volt egy ilyen komment is, hogy valakinek nagyon bevált, úgyhogy ennek brutálisan örültem, hogy valaki kipróbálta ténylegesen azt a csapatot, amit én a videóban bemutattam, és be is vált neki, úgyhogy brutális nagy királyság ez az egész, hogy... Mellett nem olyan rég volt ez a krétai nyaralós vlogom, ami hát elég sok vágó munkával jár, de a visszajelzések alapján úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen értelme lenne ilyen vlogokat többet csinálni, mert hogy több ilyen vlogot is csinálni, amiben csak így megyek az utcán, veszem magam, beszélek dolgokról, úgyhogy a jövő hét folyamán erre is sor fog kerülni, még nem adom le a point, hogy milyen keretek között. És mivel az elmúlt időben ennyi komment érkezett, mármint hogy a komment szekcióban ennyi kérdés érkezett, gondoltam, hogy csinálok egy kérdezfelek videót, valamikor a jövő hét folyamán, úgyhogy ez a videó alá tegyetek fel a kérdéseket, hogyha esetleg megfogalmazódtak bennetek az én kis videós tevékenységemmel kapcsolatban. Úgyhogy, mint ahogy azt mondtam, Instagramon már tudtak követni, de majd a Facebook profil oldal létrehozására is sor fog kerülni. Én viszont csak ennyit szerettem volna elmondani ebben a rövid kis vlog videóban. A kérdéseket adjátok komment szekcióban, nyilván már köszönöm szépen a figyelmet, nem sokára újra találkozunk. Sziasztok!